Stabil középcsapat a labdarúgó nb ben a Paks kiesési gondok nélkül, sőt, most a hatodik helyen állva, a télen elvesztették névadó főszponzorukat és válogatott játékosukat, változatlanul a 100% magyar keretben hisznek, nyáron kezdhetik talán felújítani stadionjukat. Haraszti Zsolt a klub ügyvezetője és Csertő Jaúdő vezető. a vendégeink, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, uraim, jó reggelt. hát nem indult jól a tavasz, hogy először döntetlen kilenc emberrel, ez meg ugye az elmaradt mérkőzés, majd vereség, mi hibázott mester az elején? Hát nehéz én röviden összefoglalni, szerintem a műsoridő kevés hozzá. Ö, hát röviden annyi, hogy nem volt bennünk az a, az a elán, az a tűz, amit elvártam volna. Tehát ez egy kritikát is megfogalmazok egybe magunkkal szembe. Illetve hát azért voltak olyan ö, egyéni hibák, amik azért befolyásolták a mérkőzést. Azt tudni kell, hogy mi erőbbre szerettünk volna lépni, tehát úgy indultunk egy tavasznak, egy ragyogó felkészülés, jó eredményeink Te voltak. A felkészülésről azzal semmi gond nem volt. Tehát rendesen, uh -huh. igen, és tehát szerettünk volna előbbre lépni. Most két meccs alatt ez úgy realizálódott, hogy ez most sokkal nehezebb lesz, de még mindig azt szeretnénk, hogyha följebb tudnánk hozni a tabellán. Hát most több bravúra lesz szükségünk. Uh -huh. Ez a két meccsnek megvan a, a, a forgatókönyve, az első mérkőzésen egy nagyon masszívan védekező ellenféle egy-egyet játszottunk. E azt hiszem, hogy uraltuk a játékot, de hát a gólhelyzeteket nem tudtuk értékesíteni. A második mérkőzésen egy azért egy másik csapattal játszottunk, hát a második helyen lévő MTK-val mérkőztünk meg. E játékba hasonló szintet mutattunk, mint az MTK, viszont három kapor lövésből három gólt kaptunk, tehát valahogy egy kicsit ki kell mászni ebből a a szerencsétlen helyzetből kicsit többet kell tenni azért, hogy hogy átlendőjünk ezen a holtponton. Zsolt, a vezetés az, az hogy ugye, szeretne följebb kapaszkodni a csapat, de hogyha a téli mozgásokat nézzük, akkor mit konstatál a vezetés, hogy az átigazolásokkal a keret gyengült, erősödött, stagnál? Mi a vélemény? Én szerintem stagnál, tehát hasonló játékos uh -huh. keretet tudtunk felrakni, mint a mi Természetesen fiolatjának a távozása az komoly érvágás volt, már csak azért is, mert Paksi saját nevelésű játékosunk volt. És bocsánat, azért pont ez a kérdés, hogy hogy miért nem sikerült megtartani, hogy felcsúton jobb körülményeket tudnak biztosítani, ez a helyzet jelen pillanatban? Abszolút. Uh -huh. Lényegesen komolyabb gazdasági háttérrel rendelkezik a felcsút, mint a paks. Ezt ki lehet most mondani. Abszolút. És akkor most itt összefüggésekbe vagyunk itt a főszponzor, a, a, fő a névadó szponzor távozásával is, igaz? Hát az is benne van a pakliba, de hogyha a főszponzor maradt volna, akkor sem tudtuk volna megtartani. Tehát azért Magyarországon már jó pár klub elég komoly gazdasági háttérrel rendelkezik, és lényegesen komolyabb fizetést tud kínálni, mint mi. Úgyhogy Attila is a gazdasági dolgokért döntött így. Uh -huh. Hát akkor ez egy olyan típusú tréneri feladat, hogy, hogy ilyen körülmények között kell a legjobbat kihozni, és ehhez képest mondjuk a táblára, ez most sáros helyen De Igen, de a tabella az nem ugyanaz, mint amit szeretnénk látni a pályán. Hü -hü. Tehát, amit a két meccsben Hü -hü. indulunk ki, hát az összes szezont nem kell igazából megmagyaráznunk, az egy parádés, az is sikeredett. De nem lehetünk soha elégedettek azzal, hogy mit mutatunk, mert tudjuk, hogy Mit tudunk? Tehát azt a tudást, amit ősszel bemutattunk, azt szeretnénk tavasszal is bemutatni. Remélem, hogy ez sikerülni is fog, és gyorsan jön az első győzelem, ami úgy érzem, hogy egy kicsit átlendíti a csapatot ezen a negatív szereplésen. De tisztában vagyunk azért, és reálisan nézzük a tabellát is, meg a helyzésünket, a játékos állományunkat, az ellenfeleinket, tehát azért még így is egy nagyon jó helyezés ez a hatodik, és ez a 28 pont is azt kell, hogy mondanom, hogy elég jó. Na de úgy, a olyan helyzetben van, biztonságban van egy csapat, a nagyon nagy kilengés, nem lehetséges, nem nagyon lehetséges már a tabellán ilyenkor célszerű mondjuk például építkezni, az ember elkezd gondolkodni rajta, hogy hogy, hogy építi akár a következő szezonra is a csapatot? Hát már amennyiben tudjuk, kire számíthat majd. Így van. Nagyon nem kell építeni a csapatot, de vannak új játékosaink, akiket azért szeretnénk beépíteni, de mindig az fogja ezt eldönteni, hogy milyen formában is kik játszanak jól. Tehát ö, nem teszünk különbséget, hanem akik jól játszanak, azok fognak játszani a csapatba. De valóban fölmerül ez a kérdés, és ezen gondolkodunk is, hogy ha nem tudjuk megcélozni a bravúr kategóriát, az érmes helyet, akkor lehet már. Tehát nyerünk egy fél évet azzal, hogy esetleg új játékosokat beépítünk, fiatalabbakat, és tudunk egy hosszabb távú célra építeni egy csapatot. Uh -huh. Zsolt közben a, a klubvezetésnek mi kell mi okoz majd fejtörést, tehát amikor ugye az ember szeretne előrelépni, építeni egy klubot, egy biztos anyagi hátteret létrehozni, akkor ilyen szempontból milyen perspektívák állnak most a paks előtt? Hát a mostani helyzetünk az inkább egy Ö, átgondolandó rész, tehát azt nem gondoltuk, hogy főszponzor nélkül fogunk neki futni ennek az időszaknak. Ennek, bocsánat, ennek ö, mi lehet az oka? Tehát, hogyha az ember azt mondja, hogy van egy abszolút nyugodt középcsapat, sőt, följebb, mint középcsapat, és akkor ezzel a főszponzor elégedetlen, és átpártal mondjuk egy szavazóba kieső jelölt. Hát én szerintem nem ez volt itt a háttér. <laughs> szerintem <sem. gül> Ez a naív, része, teljesen mindannyian tudjuk, hogy inkább más elgondolások voltak. De a Politikai megfontolás. Igen, de mm. a főszpontnak a döntését el kell fogadni. Pilágos. Kilenc évig támogattak bennünket, tehát csak állások lehetünk. Az megint más dolog, hogy hogyan gondolkodik ilyenkor az ember, amiről pont te is, mond, te is, beszéltél, hogy, hogy egy hatodik helyzet stabil csapatból egy kieső jelölt csapatba átmenni. Minden esetre ez nem éppen egy könnyen lenyelhető dolog, de hát ez van. Tehát én azt gondolom, hogy a Paksnak van a jövője mindenképpen. Amikor másik lettünk az mb 1 és a megnyertek, akkor is abban az évben kieső tituláltak bennünket. Én azt gondolom, hogy az országban teljesen elfogadott dolog az, hogy a, a paks magyarokból áll össze. Ezt. Az, hogy ez így működjön a jövőbe, ez egy nagyon fontos koncepció, hogy megmaradjon? Abszolút. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy ezért vagyunk különlegesek ebbe az mb 1 uh -huh. Tehát jó párszor mondják, hogy magyar, magyar játékosokkal nem lehet komoly eredményeket elérni, én azt gondolom, hogy abszolút el lehet érni. Azért is gondolkodunk így, csak olyan szakembereket szeretnénk alkalmazni a klubnál, akik így is gondolkodnak, ezt a filozófiánkat átveszik, és szerencsére most egy olyan magunk van játékos keretbe is, hogy, hogy én azt gondolom, hogy jól összerakva mindig veszélyzóna leszünk mi az elsőknek. Ilyen szempontból, Aurél, te érted, hogyha körülnézel a riválisokat a mezőnyben, és tényleg sok olyan csapat van, hogy hát a, ahogy a, szám a volt a hétvégén a vicces kiírás, hogy több magyar játszott a Bundesligában ezen a hétvégén, mint, és akkor itt következik az adott magyar mb es csapat kezdője. Hát, ne várt tőlem, hogy most megreformáljam a magyar futballt. Aha. Persze vannak töreklésénk, de ezt csak úgy tudjuk, hogyha a saját házunk táján kezdjük ezt meg. Én azt gondolom, hogy vannak értékes magyar futbolisták. Az is fontos, hogy hát vannak azért hiányposztok, és a jó külföldi játékosra szükség is lehet. Tehát egy európai szereplés, egy nemzetközi szinten valóban elfogadott az, hogy esetleg egy külföldi játékost igazolok, teljesen megértem őket, de ez legyen jó játékos. Tehát valami szintet azért fel kell állítani, hogy olyan légiósok jöjjenek Magyarországra, én talán még a számukat is korlátoznám. Vannak, akik ezt vagyak, akkor te is közé tartozol, hogy így van, nem így ártanak mutákat fölállítani. Úgy gondolom, lehet, hogy uh -huh. a magyar foci akkor lép előbbre, hogyha magyar játékosok szerepelnek, mert ha magyar fiatalok nem játszanak, akkor ki fog majd esetleg a válogatott bejátszani. Tehát szükülni fog a keret, de mondom, elfogadott, meg én is elfogadom, hogy a jó külföldre szükség lehet Magyarországon. Na most Zsolt, hogyha a, a csapat jövőjéről gondolkodtok, akkor azért van-e olyan a keretbe, akinek hűségesnek kell maradni, akit mindenáron megpróbáltok megvédeni, hogyha az ember csak azt nézi, hogy itt mondjuk ugye az egyik erőség a csapatnak az elmúlt évben a megye legjobbja volt, szóval van -e erre valami hát hogy mondjam, védelmi tervetek? Hát a védelmi tervünk inkább az, hogy hosszú távon kötjük a klubhoz ezeket uh -huh. a játékosokat, Természetesen, hogyha olyan ajánlat érkezik értük, akkor nekünk el kell őket engednünk. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy Böde Danit is elengedtük, és itt sorolhatnám a Te neveket, is kell. Így Igen. van, pontosan. Tehát nekünk ez egy feladatunk. Úgyhogy inkább az a lényege, hogy ezek a játékosok csak olyan csapatba távozzanak amelyik nekik is komoly előrelépés. Uh -huh. Tehát ezt a klubot egyszerűen üzleti alapon kell működtetni, Abszolút. nem pedig politikai megfontolásokból, gazdálkodni kell, meg, meg gazdasági szabályokat betartani. Stadion, stadion rekonstrukció volt szó stadion építésről, aztán ebből stadion rekonstrukció lesz, indulhat-e a nyáron. Nem biztos, hogy nyáron el fog indulni, 800 milliót kaptunk. Egyelőre még a az egyeztetések folynak, és az engedélyezések, úgyhogy attól függ ez az uh -huh. a, a egy felvétel. Na uh -huh. most Aurélia, még ha végig hadd kérdezem meg, hogy helyezésben tudod megmondani, vagy inkább játékban, vagy pontszámban uh, mutatott teljesítményben, hogy mi az, amivel elégedett lennél a tavasz végében? Hát így, ahogy össze is foglaltad. Szóval tehát mindegyik ez helyezés mindegyik is számít. számít. Uh -huh. Tehát uh, én azt hallom, hogy a, a Magyarországon azt nézik, tehát mondjuk edzői szemmel, hogy ki a jó edző, hogy csapata, hol szerepel. De viszont ö, szakmai szemmel, ha én a játékosokból ki tudom hozni a képest a 100 százalékot, akkor én már elegetett edzőnek kell, hogy legyek. És ezt pont, pontban nem tudom meghatározni, meg helyezésbe se. Tehát a reálisan fölmérve a játékosok tudását, és ezt hozzák, akkor egy jó, erős középcsapat vagyunk, illetve az élcsapat aljához tartozunk. És ez egy edzői feladat, uh -huh. hogy az a saját játékosaink minél jobban futbalozzanak. Ö, és még visszatérve arról, hogy ezért előnyös az, hogy tudjuk kik azok a játékosok, akiket értékesíthetünk, tehát a mi üzleti alapra vesszük, és szakmailag már úgy próbálunk igazolni, hogy azoknak a pótlását már előre próbáljuk látni és megtervezni. Ez csapatépítés szempontjából egy kicsit nehézségekbe ütközik, mert folyamatosan akkor így építeni kell játékosokat, de hát ilyen futball ezt vállaltuk, és ez úgy érzem, hogy így hosszabb távon is működni fog Paksom. Hát sikeres tavasz hozzá, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.